News. What life is for. Please, please, please take care of me. Help me through the dark side of me. Sok évig hajóztunk, és bár ez egy nagyon-nagyon izgalmas szakma, és izgalmas időszak volt az életünkben, azért elég volt. Egy jó pár év után a hajón egészen kicsi kabinban laktunk, ami akkora, mint körülbelül most a fürdőszobánk. Ez olyan 4 év után úgy elég volt. Egyszer fent, egyszer lent, veled mindig ilyen a játék. Eredetileg nem elektronikusnak írtuk, tehát hangszerekkel lett felvéve. Én forszíroztam, hogy magyar szövegű legyen. És valami nem tetszett a dal, nem volt 100%-os, nem tudtuk megmondani, hogy miért. És akkor úgy gondoltunk, hogy egy zenei producer segítségét fogjuk kérni, aki egy külső szakmai szakértői füllel megmondja, hogy mit lehetne ezzel a dalat csinálni. És a Vékony Zolival sikerült felvenni a kapcsolatot, aki tök lelkesen megproducerelte a dalt, és így lett hát félig elektronikus. Hagyjuk végre a gondokat, nem vár ránk több fordulat, nálam rosszabbat érdemelsz, keresd tovább. Lapoz tovább igazából egy nagyon régi angol dalszövegemnek az új életútja. A pandémia alatt volt időm otthon pakolgatni, és így került elő egy régi noteszem, amiben régen old school módon kézzel írtam a dalszövegeket. És amikor elkezdtem magamba dúdolni újra ezt a dalt, akkor azt éreztem, hogy ebben most is lenne potenciál. Egyre foszlanak a képek, szép kis rejtvény, vagy káros szenvedély. Zenélés mellett videózással is foglalkozom, és amikor ezzel a dallal dolgoztunk, hát elég hosszan, mert gyakorlatilag hónapokon keresztül dolgoztunk a dallal, akkor nekem az eszembe ötlött ez a kép, ez a sötét háttérrel, fényes fénycsövekkel a net körül, és akkor, amikor kész lett a dal, akkor egyértelmű volt számomra, hogy ezt a képi világot szeretném megvalósítani, és szerintem nagyjából sikerült is. És akkor második szálnak találtuk ki azt, hogy egy profi táncos pár bemutatja ezt a... Hát ez egy szakítós dal, úgyhogy bemutatja a szakítást. Nem tudom, merre vagy így csinálsz. Olyannyira ment jól a közös munka egyébként Vékony Zolival, hogy azóta több közös dalon is dolgozunk. Folyamatban van például egy, ami szerintem heteken belül kész lesz. Szintén magyar dalszövegű lesz, szintén egy kicsit keserédes hangulata van, de nagyon a nyári időszakra van datálva.